Üdvözlöm a kedves nézőt! 2020-ban most találkozunk először. És engedjék meg, hogy hadd kívánjak Önöknek boldog új évet 2020-ra. 2020 egyébként nekünk magyaroknak igen szomorú centenáriumot jelent. Ez Trianon, Trianon centenáriuma. És mivel tudjuk, hogy ez a történelmi bűntény, ez tulajdonképpen kiknek a műve, ezért hadd hívjam fel az Önök figyelmét arra, hogy amiről itt szó lesz most, és amiről a cím is szól, a szoros összefüggésben van Trianonnal. Ugyanis Trianont és azt az egész bűnös rendszert, amit 1920-ban Párizsban létrehoztak, már bebizonyítottan a Nemzetközi Szabadkőművesség készítette elő és vitte végbe. Az, amiről most szó lesz, az is kapcsolatban van, szoros kapcsolatban van a szabadkőművességgel, és ez a könyv, amit én most itt szeretnék Önökkel megbeszélni, egy kicsit jobban megismerni, ez a könyv nagyon sokak szerint a Nemzetközi Zsidó Szabadkőművességnek a műve. Hogy így van-e, majd talán az adás végére meg tudjuk válaszolni. Ez a könyv tehát a Zion bölcseinek a jegyzőkönyve. Egy kedves néző hívta fel arra a figyelmet, hogy én megígértem valamelyik adásban, hogy erről majd beszélünk, szó kerül róla, egy kicsit jobban megvizsgáljuk, és ezért gondoltam én, hogy valóban igaza van. Ez egy olyan könyv, amit kénytelenek vagyunk állandóan vizsgálni, eredetét, forrásait, hatását, hiszen ez mai helyzetünknek az egyik kiinduló pontja, ugyanis olyan módszereket tartalmaz, olyan hatalomszerzési és hatalom megtartási módszereket tartalmaz ez a könyv, amelynek ma is szemtanúi vagyunk, és ezeknek a módszereknek az állandó használatával láttuk, hogy a pénzügyi háttérhatalom, nagyon sokan így neveznek, hogy pénzügyi háttérhatalom, ma már a világ nagy részét a kezében tartja. Tehát milyen módszerek ezek? Egy pár idézetet én összegyűjtöttem, hogy legalább a mű szellemiségét egy kicsit fel tudjuk idézni, hogy tudjuk is, hogy miről beszélünk. Mert én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, szembenézni azokkal a módszerekkel, amiket használnak velünk szemben. Ha ezeket felismerjük a hétköznapokban, akkor jobban tudunk tenni ellenük. Ha csak úgy homályosan sejtjük, hogy mi zajlik a háttérben, mert nem akarunk arra időt szánni, mert nem akarunk magunknak kellemetlen perceket szerezni, akkor bizony lemaradunk a történelem menetét, nem tudjuk sohasem a kezünkbe venni. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik és hogyan próbálnak bennünket a hatalmukba tartani és elveszejteni talán. Tehát a Zion bölcseinek jegyzőkönyveiről van szó, amiről nagyon sokan azt mondják, hogy hát ez egy hamisítmány,
És tulajdonképpen az, hogy itt az világ zsidóságának az összeesküvését akarják érzékeltetni, ez egy antiszemita propaganda, ami azóta is nagyon kártékonyan befolyásolta az emberek életét, a népek életét, ezt mindenképpen el kell vetni. Viszont mások meg azt mondják, hogy bizony ez nem hamisítvány, hanem bizonyíték arra, hogy már 100 éve mi zajlik a világban, mert ez a könyv 100 éve született körülbelül, és ebben benne vannak azok az események, amik azóta történtek. Tehát hogy lehet az, hogy ilyen jövendőmondó módon az írók előre látták azt, hogy mi lesz majd 2000-ben, 2020-ban. Erre különböző kutatók különböző válaszokat adnak. Természetesen azok, akik hamisítványnak tekintik, azok majd meglátjuk, hogy elég különleges választ adnak erre. És sajnos azt kell mondanom, hogy a magyar kutatók nagy része is e felé hajlik. Ennek pedig az eredete az, hogy olyan forrásokat és olyan műveket tekintenek hitelesnek, amelyeket nem szabadna annak tekinteni. Tehát egy pár idézetet fel fogok olvasni ebből a könyvből, amiről eredetileg az első kiadásokban azt írták, hogy tulajdonképpen ez az első cionista világkongresszus jegyzőkönyveit tartalmazza, tehát az ott elhangzott előadásokat tartalmazza, pontosan 24 előadást. Ez a világkongresszus 1894-ben nyílt meg, és Herz Tivadar volt az eszmei megalkotója. Herz Tivadarról is majd egy néhány szót szólok. Tehát a jegyzőkönyvek első része, azaz az első jegyzőkönyv, az első előadás témája a joggal, törvénnyel, hatalommal foglalkozik. Természetesen nagyon kevés idézetet van időnk felolvasni és egy kicsit elgondolkozni rajtuk, de ezek szerintem nagyon fontosak. A jog az erőben rejlik. Minden ember hatalomra vágyik, mindenki diktátor szeretne lenni. A társadalmi rend kezdetének idején engedtek a nyers és vak erőszaknak, később a törvénynek, ami nem egyéb, mint az erőszak burkoltabb formája. Ebből következtettem, hogy a természeti törvények értelmében a jog a hatalomban nyugszik. Tehát a törvénynek, ami nem egyéb, mint az erőszak burkoltabb formája. Tehát az író szerint mindenféle törvény erőszak az ember ellen, az emberiség ellen. Most gondoljunk vissza arra, hogy mit szólnának ehhez a magyar szabadságharcok, függetlenségi mozgalmak hősei. Ők miért harcoltak? Azért, hogy az ősi törvényt, az ősi rendet visszaállítsák. Nálunk nem kenyérharcok folytak, hanem a Szent Koronatan értelmében az ősi teremtett világ rendjének megfelelő állapotok visszaállításáért harcoltak. Nézzünk egy másik idézetet. A szabadság fogalma nem valósítható meg. Elegendő egy népet egy időre önkormányzatnak átengedni, hogy szervezetlen csőcselékké változzék.
minek következtében az államok romba dőlnek. Hatalmunkban van, tehát a meghódításuk. A nép ítélőképessége csak felületes. A tömegben lévő emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások, hagyományok és érzelgős elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak. Tehát a szabadság. Tulajdonképpen az író szerint a szabadság nem valósítható meg, mert hogyha szabadságot adunk egy népnek, tehát önkormányzatot kap, akkor szervezetlen csőcselékké változik. Azaz, minden nép, kivéve természetesen a zsidó népet, csőcselékké változik, ha függetlenné válhat. Tehát így vélekednek a népekről. A tömegben lévő emberek, kicsinyes szenvedélyek által vezéreltettek, nyomorult vallási elképzelések, mindenféle vallás, nyomorult elképzelés, természetesen kivéve a zsidó vallást. Nyomorult szokások, hagyományok vezérlik őket, azaz azokat el kell vetni. Pedig mik a hagyományok? A hagyományok és a szokások a felmenőknek az évezredek alatt összegyűjtött tapasztalatai, amiket átadnak az utódoknak, hogy azoknak már ne kelljen mindazt kitapasztalni, megkeresni, szenvedni, hanem ha átveszik a felmenőktől, az ősöktől, akkor könnyebb lesz az életük. És mik vezérlik még a népeket? Érzelgős elméletek. Mi lehet ez? Hát például az önfeláldozás, ugye? Egy hazafi, ha a hazája veszélybe van, akkor képes az életét áldozni. Ez érzelgős elméletek a jegyzőkönyvek íróinak. Ennyi talán ebből a témából elég, hogy leszögezzük azt, hogy igencsak rossz véleménnyel vannak az emberekről, a népekről és a nemzetekről. Tömegnek tekintik őket, olyan embercsoportoknak, akiknek az egyedei semmiféle kapcsolatban nincsenek egymással, semmi nem köti őket össze, csak éppen a pillanatnyi jólét vagy haszon, vagy éppen a szenvedések elkerülésének a vágya. Tehát ez egy olyan felsőbbrendű, öntelt nézőpont, amit nem fogadhatunk el, és meg kell jegyeznünk, hogy ez bizony egy bizonyos népre jellemző, amiről már mi is beszéltünk itt a Talmudban, ugyanez a szemlélet érhető tetten. Itt senkit nem akarunk bántani, csak éppen szembesíteni azzal, hogy valami nagy baj van a világban, és ez a baj meghatározható néptől ered. Őket pedig szeretettel próbáljuk figyelmeztetni a hibáikra, mint ahogy minden népet. A következő jegyzőkönyv a háborúkról egy szót. Mire valók a háborúk? Második jegyzőkönyv. Elengedhetetlen, hogy a háborúk ne eredményezzenek területi nyereségeket. Így ki fogják kezdeni a gazdasági alapokat, amikor is a nemzeteknek érezniük kell majd fensőbbségünket. Kinek a fensőbbségét?
ez a helyzet mindkét hadviselő felett kiszolgáltatja az egész földre kiterjedő nemzetközi kapcsolatainknak, és a mi nemzetközi jogaink aztán el fogják törölni a nemzeti jogokat. Hát, minthogyha előre látták volna azt, ami most az Európai Unióban történik. Tehát a háborúk után létrehoztak bizonyos nemzetközi intézményeket, amelyek lassanként a nemzeti jogokat magukhoz vonták, először gazdasági tekintetben, aztán politikai tekintetben, és most már a nemzetállamok szinte teljesen ki vannak szolgáltatva az uniós intézményeknek. Mit kell még itt nagyon, nagyon fontosnak tartani? Azt, hogy az ő embereik, azok a tisztviselők, akik a szolgai engedelmességre való alkalmasságuk szigorú tekintetbevételéből kiválasztatnak a közösségből. De ezek az emberek nem lesznek a kormányzás művészetében gyakorlott személyek, és könnyen válnak majd bábokká a tehetséges emberek kezében. Mármint, hogy az ők közülük kikerülő vezetők körében, és akik az ő tanácsadóik lesznek. Tehát, ha a népből választanak maguknak tisztviselőket, amelé mindig oda fogják tenni a saját embereiket, mint tanácsadókat. Ezek a közülünk való szakemberek az ismereteket a történelem tanulságaiból és a jelen eseményeinek megfigyeléséből szűrik le. A gólyokat nem a történelmi megfigyelések gyakorlati alkalmazása vezérli, hanem elméleti mérlegelések. Tehát máshogy gondolkodnak, mint az ő tanácsadóik. Ezért nem is kell ezeket komolyan vennünk. Hadd szórakozzanak, amíg órájuk nem üt. Azaz addig, amíg mi a történelemmel úgy foglalkozunk, hogy nem vonunk le tanulságokat, nem igyekszünk a történelem eseményeiből tanulni, csak éppen eseménytörténetet, meséket tanulunk, vagy tanítunk a gyerekeknek, addig semmi baj nincs. Akkor kezd majd a háttérhatalom belenyúlni ezekbe a kérdésekbe, amikor tanulságokat, tehát tanulunk a történelemből. Tehát ezért nem is kell ezeket komolyan vennünk, hadd szórakozzanak, amíg az órájuk nem üt. Hadd tekintsék a legfontosabb dolognak azt a játékot, amelyre vonatkozólag rávettük őket, hogy azt fogadják el, mint a tudomány követelményét. Tehát azok az egyetemi professzorok, akik felvételén a gyerekek tudását megítélik, azok nem azt fogják fontosnak tartani, hogy az összefüggéseket, a tanulságokat a gyerek hogy értette meg, és hogy látja meg, hanem például csak azt, hogy milyen dátumokat jegyzett meg. Márpedig ezeket az ismereteket a mi ügynökeink ravaszul úgy állították össze, hogy a gólyok gondolkodását abba az irányba tereljék, amely számunkra kívánatos. Gondoljanak azokra a sikerekre, amelyeket Darwin, Marx, Nietzsche tanításainak rendeztünk. Ez azt jelenti, hogy ezek az elméletek, a darwinizmus, marxizmus, Nietzsche filozófiája, ezek mind hamisak. Ezeket csak elénk tették,
és mi elfogadtuk. Pedig tudják, hogy egy idő múlva ezt ki kell dobni. Van még egy téma, ami nagyon fontos, és ez a sajtó. A sajtó az nagy hatalom, megállapítja a jegyzőkönyvek is, de mi a feladata? Feladata, hogy hangot adjon a nép panaszainak, elégedetlenségének, és előítézzen elégedetlenséget. Tehát, hogyha a pénzhatalom kezébe van a sajtó, már pedig a pénzhatalom kezébe van, hiszen nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy működtessék akár a könyvkiadást, újságkiadást és a különböző médiumokat, az ő kezükben van, és ezt ők tudják használni a saját érdekükben. És ha az az érdekük, hogy a nép éppen elégedetlenkedjen, akkor elégedetlenséget szítanak, akár hamis hírekkel is. Vagy ha jogos az elégedetlenség, és nekik az hasznos, akkor annak adnak hangot. Tehát a sajtó az egyik legfontosabb hatalmi ágazat most, és ennek a felismerése már a francia forradalomtól kezdődik, mert a francia forradalomban történt meg az először, hogy az embereknek olyan jogosítványokat adtak, amiről nem volt tapasztalatuk. Tehát szavazhattak olyan ügyekben és olyanokról, akiket nem ismertek. Megszavazhatták, hogy ki legyen képviselő, de a képviselőt nem ismerték. A képviselőről csak a sajtóból értesültek, a sajtó mutatta be, hogy milyen nagyszerű ember, milyen nagyszerű előélete volt, milyen nagyszerű tervei vannak, és a nép, az emberek, akik semmiféle tapasztalattal se a témáról, se a szeméről nem bírtak, ráadták a szavazatukat. Tehát a sajtó az egy olyan közeg, ami teljesen félreviheti az emberek szavazatait, illetve véleményét. Ezért nagyon fontos, hogy mindenféle sajtóhírt nagyon kritikusan fogadjunk. A média manipuláció ma már ismert fogalom, és erről nagyon sok könyv született. Például Kubinyi Tamásnak is vannak ilyen könyvei, és van egy Szabó László nevű író, aki ugyancsak erről ír könyveket. Itt mutatom az ő két kötetes, illetve azt hiszem már a harmadik kötet is megjelent könyveit. Ez a Sárember kora. Tehát ha ezeket önök... ha nem is olvassák végig, de beleolvasnak, nagyon sok olyan dologra jönnek rá, amire egyébként egy televíziós híradásnál nem figyelnének fel. A következő, amire szeretném az önök figyelmét felhívni, ez a közvélemény. Tehát a közvélemény kialakítása nagyon fontos a háttérhatalom részére. Ezt már a 18. században kimondták az illuminátusok. Ugye az illuminátus szervezet Németországban, Bajorországban született. 1767-ben jött létre az az illuminátus páholy, amelynek Weishaupt volt a vezetője, ő tanítványával alapította, és már ő kimondta azt, hogy a közvélemény kialakításának a páholyok mélyén kell
történnie. Tehát ott kell megbeszélni, hogy hogy lehet a közvélemény bizonyos irányba terelni. Mik a fogásai ennek a közvélemény kialakításnak? Vezetőségünk célja, mondja a jegyzőkönyvek, hogy kritikával megbénítsa a közvéleményt, hogy eltérítse az embereket a komoly gondolkodásról, hogy üres szavakkal folyó szemfényvesztő harc síkjára terelje a szellemi erőket. Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot, amíg a golyók el nem vesztik a fejüket ebben a labirintusban. Tehát egymásnak ellentmondó híreket kell bevetni, ahhoz, hogy teljesen összezavarják az embereket. Ezeknek a híreknek egy része igaz, egy része hamis, és az emberek nem fogják tudni, hogy mihez igazodjanak. Erre is nagyon sok példát látunk naponta a televízióban. Mindig józan ésszel végig kell gondolni, hogy mi is történhetett. Ez az első trükk, mondja a jegyzőkönyvek. A második trükk, vagy titok, előmozdítani a nemzetek rossz tulajdonságait, annyira szaporítani a társadalmi érintkezés szabályait, hogy senki se tudjon eligazodni, és az emberek a végén meg se értsék egymást. Tehát olyan módon intézni az emberi kapcsolatokat, hogy ellentétek keletkezzenek az emberek között. Akár fogalmak eltorzításával, akár hamis hírek bedobásával, akár rágalmazással. Ez is nagyon régóta ismert trükk. Amit még szeretnék önöknek felolvasni, hogy itt a jegyzőkönyvek írói nagyon érdekes vonatkozásban említik a szabadkőművességet. Azt mondják, ez a 15. jegyzőkönyvben szerepel. Amíg hatalomra nem jutunk, a világ minden országában szabadkőműves páholyokat fogunk életre hívni és szaporítani. Tehát a szabadkőművességnek kiszolgálójának kell lenni ennek a háttérhatalomnak. Azokba be fogjuk vonni mindazokat, akik kimagasló szerepeket visznek a közéletben, ugyanis ezek a páholyok lesznek legfőbb hírszerzési központjaink. Mostanában elterjedt az a hír, hogy a vezető magyar politikusok, melyik páholyoknak a tagjai, hol milyen szerepet töltenek be. Erről tudnunk kell, hogy ezek a kiszolgálók, ezek hírszerzési központok. Ezekben a páholyokban fogjuk megkötni azt a csomót, amely összeköti egymással az összes forradalmi és liberális elemet. És még egy témáról, hagyjál csak itt szót az oktatásról, ami már nagyjából megvalósult Magyarországon is, ezért is romlott le az oktatás színvonala. A 16. jegyzőkönyv. Ki fogjuk zárni a tantervből az államjogot? Most itt meg kell jegyeznem, hogy ezt már megtették a kommunista rendszer kezdetén, mert Rákosi Mátyás alatt, a diktatúrában egyszerűen nem tanulhattak államjogot, azaz közjogot a hallgatók, mert nem voltak könyvek. Ezeket a könyveket titkos helyeken őrizték, vagy megsemmisítették, és valamikor a
60-as, 70-es években kezdték felkutatni azokat a példányokat, amelyek alapján aztán elkezdődhetett az államjogi és közjogi alapos oktatás. Tehát az államjogot ki fogjuk zárni a tantervből, és minden egyebet, ami a politikával függ össze. Ezekből a tárgyakból csupán néhány tucatnyi személy fog oktatásba részesülni, akiket kiváló képességeikre való tekintettel a beavatottak közül fogunk kiválasztani. Mi lesz még az oktatás másik alapja? Ki fogjuk radírozni az emberek emlékezetéből az elmúlt századok mindama tényeit, melyek nem kívánatosak számunkra, és csak azokat fogjuk meghagyni, amelyek a goly kormányok hibáit mutatják be. Tehát most gondoljunk arra, hogy a középkorról, vagy akár az újkorról mit tanítanak az iskolában. Azt, hogy ott minden rossz volt. Állandó háborúk, állandó csatározások, a nép szenvedése, a jobbágyok szenvedése, a dolgozó osztályok szenvedése jellemezte ezt a múltat. Persze ezt a múltat majd az új világrend meg fogja javítani, el fogja törölni. És akkor csak egy példát, hogy mennyire volt szörnyű az az elmúlt 1000 év, vagy 2000 év. A jobbágyok 10-12 gyereket neveltek fel a jobbágytelekből. A jobbágyokat nem lehetett utcára tenni. A jobbágyoknak jogai voltak. Tehát a megélhetésüket biztosítani kellett. Úgy is, hogy az egyházat hívták segítségül, például ha valahol rossz volt a termés, akkor az egyházi készletből, élelmiszerkészletből, tartalékból látták el a szükséget szenvedő területet, terület lakosait. A jobbágy telek egy örökös tulajdon volt, tehát a birtoklás az apáról fiúra szállt, és nem vehette el a földes úr. Akkor most gondoljuk végig, hogy azok a úgynevezett szegény, szenvedő jobbágyok milyen helyzetben voltak a mai városi nincstelenekkel hez viszonyítva, akiket bármikor ki lehet tenni, ha egy-két hónapig nem tudja fizetni a fűtési költségeket. Minden társadalmi rétegnek szigorúan körülhatárolt oktatást kell kapnia, mondja a jegyzőkönyvek. Folytani és saját használatunkra lefoglalni az önálló gondolkozás utolsó szikráját is. Ez már érvényesül az úgynevezett szemléltető leckékkel történő tanításban. Ennek az a célja, hogy tunya engedelmes barmokat csináljon a golyokból, akik csak akkor alkothatnak maguknak fogalmat valamiről, ha azt ábra formájában bemutatják neki. Tehát a szemléltető oktatás, ami alapja a mai oktatási rendszernek, amikor mindent szemléltetni kell, és a gyerek fantáziájára semmit nem szabad bízni, ezzel elfojtjuk az ő kezdeményező képességét, a fogalomalkotási képességét. Tehát ahogy itt mondja a jegyzőkönyvek, engedelmes barmokká nevelik a gyermekeket. A papságról pedig azt mondja, hogy régtől fogva azon vagyunk, hogy lefogjuk a golypapság tekintélyét,
és így meghiúsítjuk földi küldetését. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgy, hogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. Tehát a papság tekintélyét állandóan támadni kell, és így meg fog szűnni a keresztény vallás lassanként. Abban a közbelső időben, amikor a fiatalságot még a hagyományos vallásokban neveljük, mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, ez az úgynevezett judaizmus, ami az előző adásban szóba került, ami majd be fogja az egész világot hálózni, egy egyetemes judaizmus, aminek gyakorlatilag minden hittételét a zsidó vallás, illetve a zsidó iratokból fogják összeállítani. Tehát mielőtt majd saját hitünkre tanítjuk, nem fogunk nyíltan hozzányúlni az egyházakhoz, hanem azzal fogunk harcolni ellenük, hogy bíráljuk őket. Azzal a céllal, hogy hitszakadást idézzünk elő. Tehát a keresztény egyházakat, azoknak a képviselőit, a lelkészeket, papokat állandóan bírálni, és akár hamis hírekkel lejáratni kell ahhoz, hogy a keresztény vallás megszűnjön. Nem ezt látjuk-e ma? Tehát ez ilyen a jegyzőkönyvek szellemisége. De most akkor térjünk vissza ahhoz, hogy mit is tudunk erről, és mit tudtunk erről, hogy ki írta, hol keletkezett. Hát az előző kiadásokban, mármint az 1998 előtti kiadásokban az szerepel, hogy ez a mű Oroszországban keletkezett, és ott, nem is ott keletkezett, hanem ott találták meg egy zsidó ember, zsidó rabbinál történt házkutatás alkalmával az orosz rendőrség, az Ohrana, és így került aztán a közvélemény középpontjába, így került Nílus professzorhoz, aki lefordította orosz nyelvre, és aztán nyugati könyvtárakba is elküldték, a cár elküldte unokatestvérének, az angol királynak, és ott 1906-ban került a központi könyvtár tulajdonába. Tehát azt tudjuk, hogy a keletkezéséről igen sok mendemonda született. A lényege az volt, hogy az 1897-es első cionista világtalálkozó, világkongresszuson születtek meg ezek a könyvek, jegyzőkönyvek, és aztán kalandos úton kerülhetett Oroszországba. Volt egy olyan elmélet is, hogy Odesszába született. Most Odessza fekete-tengeri kikötőváros, és tudnunk kell róla, hogy az az oroszországi zsidóság egyik központja. Trocki is Odesszából származik. És azt tudjuk, hogy Trocki, amikor 1898-ban Odesszában két évi börtönre ítéltették, akkor ő a börtönben elkezdi tanulmányozni a szabadkőművesség történetét, méghozzá a rokonai és az ismerősei által behordott könyvekből. Valami 1000 vagy még ennél is több jegyzetet készít, és innen kezd, ekkortól kezd érdeklődni a szabadkőművesség iránt. Aztán tudjuk, hogy ő kikerül Nyugat-Európába, és onnan pedig 1917. januárjában Amerikába utazik, méghozzá Jakob Schiff bankár
meghívására. Ez a Jakob Schiff bankár, ez már a 19. század végétől pénzeli a terrorista csoportokat, illetve azokat a csoportokat, amelyek főleg itt is anyanyelvű zsidó emberekről van szó, akiket kivitett saját költségén Amerikába, és ott különleges képzésben részesülnek. És aztán visszatérnek Oroszországba, és hát felforgatott tevékenységet folytatnak. Ezek a tények, ezek megtalálhatók a kanadai és az amerikai levéltárakban. Földolgozta őket a már régebben említett Jüri Linna, észtíró, a Hermész árnyékában című könyvében többek között, amiről film is készült. Erről az előző adásokban már szóltam, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, keresse meg az interneten, mert ott vannak a források, a hiteles források mind ahhoz, amit én itt most elmondtam. Tehát a jegyzőkönyvek forrásairól van szó, amit önök más előadásokból nagyon pontosan megtudhatnak. Itt most nekem arra nincs időm, hogy mindenféle elméletet szóba hozzak. Én azt az elméletet szeretném egy kicsit részletesebben tárgyalni, ami 1998-tól ismeretes, méghozzá egy izraeli kutatóasszony könyvéből, akit úgy hívnak, hogy Hadassah Benito. Ez az izraeli kutatóasszony, ez az izraeli legfelsőbb bíróságnak a tagja volt, és elhatározta, hogy ő bizony kikutatja, hogy honnan is származnak a Zion bölcsei jegyzőkönyvei, kik voltak valójában az írók, és hogy mi is volt ennek a könyvnek a sorsa. Mert nem fogadta el mindazt, amit addig ismeretes volt. Hát hozzá kell tennem, hogy az eddigi kutatások alapján mindenki úgy vélte, hogy bizony ezek a könyvek, ezek zsidó embereknek az írásai, és hát bizony a zsidó világ összeesküvésnek a módszereit tartalmazzák a világhatalom megszerzésére. Most egy zsidó kutatóasszony, amikor elkezdi kutatni ennek a könyvnek az eredetét, akkor nem valószínű, hogy teljesen pártatlanul nyúl a forrásokhoz. És amit ő, mint elfogadandó tényt tár elénk, az bizonyítja, hogy bizony nem pártatlanul nyúlt hozzá. Tehát Hadassah Benito könyve 1998-ban jelent meg, és az a címe, hogy Máig élő hazugság, a Zion bölcseinek jegyzőkönyvei. Tehát miről is van itt szó? Arról, hogy az első kiadásokban, tehát először, mikor is jelenik meg ez a könyv? 1902-ben részletek jelennek meg Oroszországban. Tehát Oroszországban egy bizonyos Zemja nevű újságban, de csak részletek. 1903-ban jelenik meg Novaja Zemjában a teljes mű, és 1905-ben Nílus professzor kiadásában
ugyancsak a teljes mű. 1909-ben készül el a német fordítás, és a bécsi országgyűlésen ezt szóba is hozzák. Tehát az, hogy hol jelenik meg, nagyon fontos, de az is fontos, hogy ki jelenteti meg. Ezekben a könyvekben az előszó azt az előszó arról tudósít, hogy valószínűleg a bázeli cionista világkongresszuson születtek a jegyzőkönyvek, és ezt tudják a többi kiadások is. Hanem 1920-ban, tehát a világháború után egy változás történik. Méghozzá olyan változás, hogy a forrásokat másban jelölik meg. És itt lép be a képbe Hadassah Benito-nak a könyve, aki azokat a forrásokat hozza fel bizonyítékként, amelyek 1920-tól szerepelnek az irodalomban, méghozzá francia források. Mert 1920 körül jöttek rá bizonyos kutatók arra, hogy a forrásai ennek a műnek francia írók könyveiben található, méghozzá egy Maurice Joly nevű író volt az, aki 1864-ben megjelentetett egy olyan könyvet, amelyben a jegyzőkönyveknek a forrásait vélték felfedezni, hiszen ennek a Maurice Joly könyvnek az idézetei, tehát szó szerinti idézetei szerepelnek a jegyzőkönyvekben. Ezt a Maurice Joly féle könyvet, ennek a címe pedig az, hogy párbeszéd Montesquieu, Machiavelli és Montesquieu között a pokolban. Most Machiavelli egy 15. századbeli gondolkodó, Montesquieu pedig 18. századbeli gondolkodó, tehát az egyik a diktatúra híve, a másik az alkotmányos berendezkedésű állam híve. Tehát ez a két ember ugye nem találkozhatott, itt egy elképzelt párbeszédről van szó, és arról van szó, hogy a hatalmat hogy lehet megszerezni, és hogy lehet megtartani. Tehát Machiavelli ugye a diktatórikus hatalmat dicsőíti, Montesquieu pedig az olyan államot, amelyben a hatalmi ágak el vannak választva egymástól, tehát a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom el van választva egymástól. Ez valóban egy forrása lehetett a jegyzőkönyveknek, hiszen mondom, körülbelül az egyharmad része ebből a műből származik. Aztán van itt egy másik mű is, a német Goethe professzornak a műve, akinek a könyve ugyancsak ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és ezek a szerzők is valóban államszervezési és a hatalom megszerzésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalnak.
Tehát valóban több forrásról lehet itt szó, csak hogy Hadassa Benito, aki azt állítja, hogy ennek a könyvnek, a jegyzőkönyveknek semmi köze nincsen a világméretű, tehát a zsidósághoz egyáltalán. Csak éppen egy bizonyos háttérhatalom, hatalomszerzési manővereit írja le, Hadassa Benitónak ebben nincs igaza. Ugyanis mindazok, akik itt most a forrásművek alapján szóba kerültek, ezek mind zsidó származásúak. Móricz Zsolinak az eredeti neve Mózes Joel volt. Móricz Zsoli, aki dél-franciaországi, illetve közép-franciaországból származik, Dijon környékéről, és már korán bekapcsolódik a szabadkőművességből, tehát mint zsidó ember. Párizsba kerül, és ott nagyon hamar a legfőső állami adminisztrációba kap állást. Móricz Zsoli egy olyan szabadkőműves páholynak a tagja, a Mizraim rítusú szabadkőműves páholynak, amelynek a feje egy André Crémieux nevű, ugyancsak zsidó származású ember. Ez a André Crémieux arról nevezetes, hogy az ősei, anyai ősei például prágai rabbi családból származnak, és a 18. századba kerülnek Dél-Franciaországba, Nîmes környékére. Nîmesben végzi az iskoláit, ő ott végzi a jogi tanulmányait is, és már kora ifjúságától zsidó emberek, zsidó emberek pereit intézi, ugyanis ő 1794-ben született, és a francia forradalomban a szülei fontos szerepet töltöttek be, sejem szövetekkel kereskedtek, és bizony a hadsereg ellátásában is részt vehettek, hiszen akkor gazdagodtak meg. Ezek a szülők, ezek a forradalom pártján álltak, Napóleon hívei voltak, és a fiúk nem véletlen kapcsolódott bele abba a szabadkőművességbe, aminek a terjesztését maga Napóleon is tehát fontosnak tartotta. Ugyanis ez sem ismert a magyar közvélemény előtt, hogy Napóleon hadserege, ahol megfordult, ott mindenütt szabadkőműves páholyok alakultak, és mindenütt polgárjogot kaptak a zsidók, akik addig nem bírtak polgárjoggal. Például Portugáliában, amikor megjelenik Napóleon hadserege, kinyittatják a 300 éve becsukott zsinagógát. Itáliában felszabadítják mindenfajta hátrányos helyzetből a zsidókat. Németországban ugyanez történik. És amint mondtam, mindenütt szabadkőműves páholyok alakulnak. Napóleon az 1808-as dekrétumával olyan előnyökhöz juttatja a gazdasági életben a zsidóságot, amelyet azelőtt sehol nem élveztek. Tehát Napóleon igen kedves személy a zsidóság és a szabadkőművesség szemében, és ebben az időben
kerül krémjő is a legfelsőbb állami adminisztrációba, és kerül majd olyan helyzetbe az 1830 és 40 között, hogy a nemzetközi zsidó pereket is hát ő intézi. Tehát például 1840-ben Damaszkban van egy vérvád per, ahol az egyiptomi alkirály a gyanúsított zsidókat lefogja és bíróság elé állítja, és krémjő az, aki ezeket a zsidókat védi és kiszabadítatja. Krémjő, tehát aki, mondom, Moritz Zsolinak volt a páholytársa és a felettese és a barátja. Krémjő az, aki az 1870-es porosz-francia háborúban kiad egy olyan rendeletet, mint igazságügyminiszter, hogy az algériai, ugye Algéria akkor már francia gyarmat volt, hogy az algériai zsidóság mindenfajta hátrányos helyzettől megszabadul, azaz francia állampolgárságot ad az algériai zsidóknak. Akkor, amikor a francia hadseregben, a francia-porosz háborúban algériai muzulmán katonák harcolnak francia érdekekért, a muzulmánok nem kapnak francia állampolgárságot, csak az otthon maradó zsidó vallású, zsidó származású emberek, algériaiak. Ezért aztán nem egy felkelés robban ki Algériában, amit levernek, fegyverekkel vernek le. Tehát Krémjő, aki ott van a jegyzőkönyvek megírása mögött, tehát André Izrael Krémjő, aki ott van a jegyzőkönyvek megírása mögött, aki az egész francia zsidóság polgárjogi és bíróság előtti egyenlőségét kiharcolja, az is részt vesz valahol ennek a jegyzőkönyvnek a szellemisége kialakításában. Tehát akkor, amikor Hadassa Benito azt állítja, hogy a jegyzőkönyvek nincsenek kapcsolatban a zsidósággal, akkor ő nem mond igazat. Az ő könyvének a végkicsengése az, hogy összeesküvő, az orosz titkos szolgálat összeesküvő ügynökei alakították ki és írták meg Párizsban ezt a jegyzőkönyvet, méghozzá egy Rácskovszki nevű tábornok, egy Golovinszki nevű ügynökkel és segítőivel, akik viszont mind zsidó származásúak voltak, és ez a Rácskovszki az, aki a cár részére szerette volna eljuttatni titokban ezt a hamisítványt, mondja Hadassa Benito, azért, hogy zsidó ellenességet, tehát antiszemita érzéseket keltsen a cári udvarban. Mi szükség volt? Mi szükség lehetett arra? Semmi. Ez egy észszerűtlen, buta elképzelés, hiszen tudjuk, hogy Oroszországban egyébként is elég nagy volt az antiszemitizmus, és
valószínűleg joggal, miért kellett volna a cári udvart ilyen hamisítvánnyal még inkább a zsidóság ellen ingerelni. Hiszen akkor már nem egy olyan merénylet történt a titkos társaságokból kiindulva, amely a cárok élete ellen tört, hiszen 1881-ben éppen azok a titkos társaságok által felkészített terroristák ölik meg a cárt, és nagy erővel folyik az Oroszországból Amerikába szállított terrorista kiképzés céljából szállított emberek, főleg zsidók, jiddis anyanyelvűek kiképzése. Erről nem szól Hadassah Benito könyve, és amiről szól, azt ellenőrizni mi nem tudjuk. Tehát nem fogadhatjuk el azt az elméletet, amit most mindenképpen rá akarnak erőszakolni a történelmi közvéleményre. És mi ebből a tanulság? Az, hogy olyan kutatásokra van csak pénz, amely nem hiteles embereknek, nem hiteles kutatásait segíti elő a magyar történelemben is. Tanuljunk ebből. Köszönöm.